Jó reggelt kívánok, 2021. május 3-án hétfőn. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édes atyánk, megköszönjük neked, hogy egy újabb hetet kezdhetünk el. Köszönjük azt, hogy volt lehetőségünk a pihenésre a hét végében. Köszönjük, hogy volt lehetőség templomba menni. Köszönjük azt, hogy találkozhattunk egymással. És köszönjük, hogy Te ugyanaz az Isten vagy, és Te nem változol, ugyanúgy szeretsz bennünket, és ugyanazzal a szeretettel jössz elénk. Kérünk Istenünk, hogy Te szólíts meg most is bennünket, add, hogy megértsük a Te ígédet, hogy legalább egy morzsát el tudjunk vinni magunkkal a mai napra, vagy erre a hétre. Szent Lélek Isten, kérünk, légy közöttünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 8. részéből a 26. verstől a 40. verssel bezárólag a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj délfelé a jeruzsálemi Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakének, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Aszótozba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvéreim! Isten indítja Fülöpöt. Angyalt küld, aki azt mondja, menj ide és oda. Olyan helyre küldi, ahová talán nem szívesen megyünk. Egy néptelen útra, egy járatlan útra, ahová nem sokan szoktak járni. Nem a fővárosba küldi, hanem a fővárosból el. Nem valami olyan helyre küldi, ahol sok emberrel találkozhat, hanem egy néptelen útra. Megtehetné Fülöp, hogy nem engedelmeskedik. De amikor Isten indít, akkor menni kell. Így van ő is ezzel, engedelmeskedik. Elindul, és véletlenül, meg vagyok győződve, hogy véletlenek még véletlenül sincsenek. Pont ott megy el az etiópok királynőjének a fő embere. Mit tudunk erről az emberről? Egész kincstára fölé volt rendelve. Ma azt mondanánk, az etióp pénzügyminiszter megy ott el. Nyilvánvaló, hogy megfelelő kísérettel, védelemmel ellátva. Etiópia, amit Afrika szarvának is szoktak nevezni. Olyan vidék, amelyet én igazából nem ismerek, de valamit tudok. Az akkori kornak megfelelően, hogyha királynő van, akkor a királynőt körülvevő tanácsadók, miniszterek és az őrség mind kasztrálva vannak. A kasztrálás azt jelenti, hogy ki vannak herélve. Hogy ne gerjedezzenek a királynő kapcsán, nehogy az utódlást valaki befolyásolja valamilyen hirtelen felindulásból. Ez a főember is
kasztrálva van. És mindamellett, mivel etióp, ezért fekete. Ez a két dolog, amit tudunk róla egészen bizonyosan. Mi is történik? Jeruzsálemben járt Istent imádni. Mivel afrikai származású, ezért nagy az esélye, hogy ő nem volt zsidó, hanem olyan ember volt, aki szeretett volna a zsidósághoz csatlakozni. Ezért megy Jeruzsálembe. Szeretett volna valami olyat, ami szimpatikus, vonzó volt abban a hitben, amit látott. És éppen ezért olvassa utána Ézsaiásnak a tekercsét. Ugye tekercsekben volt az Ószövetség könyvei felírva, és azt meg lehetett vásárolni Jeruzsálembe. Mivel egy pénzügyminiszterről van szó, nem probléma a számára, hogy akár egy díszes tekercset vásároljon, amelyben le van írva a Biblia egy-egy könyve. Miért pont Ézsaiást olvassa? Mert keresi azt a részt, amelyik három résszel van később, mint amiből itt az idézet származik. Valójában ez a kasztrált néger, ez a fekete ember, az Ézsaiás 56-ot keresi. Hadd olvassak fel belőle két verset. Ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott, bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Ne mondja a herélt sem, én már kiszáradt fa vagyok. Mert ezt mondja az Úr, ha a heréltek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevük emlékét házamban, és falaimon belül különbül, mint a fiak és a leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Ézsaiás 56, 3, 4, 5. Ezt keresi ez az ember. Ezt az isteni ígéretet, hogy a magtalannak is fenntartja a nevét. És mi történik? Beváltja Isten ezt az ígéretet. Úgy, hogy szinte még meg se találta. Fülöp csatlakozik hozzá, és még csak az Ézsaiás 53-nál tart ez a fő komornyik. És akkor megkérdezi tőle Fülöp, hogy érted, amit olvasol? És te? Te érted is, amit olvasol? Vagy csak leülsz Bibliát olvasni, aztán lesz, ami lesz? Vagy megbedod belőle valami, vagy nem? Érted is, amit olvasol? Hiszem, hogy van, aki megmagyarázza. Ez pedig nem más, mint a Szentlélek. Hogyan? Úgy, hogy ő volt az, aki mintegy lediktálta a szent íróknak, hogy mit írjanak. Ő az, aki ma is meg tudja magyarázni, tolmácsolni tudja az Istennek az üzenetét. Érted? Érted. Érted, szenvedett Krisztus, érted, halt meg, és érted, támad fel. Ezt megérti ez a fekete ember. És nem csak, hogy megérti, hanem átadja az életét Krisztusnak. Mert az Úr szenvedő szolgája van az Ézsaiás 53-ban, ahol leírja mindazt Ézsaiás, hogy hogyan kell szenvednie majd a Messiásnak, a Krisztusnak. Ezt magyarázza el Fülöp ennek az embernek, aki noha lehet, hogy herélt, avagy kasztrált, gyermeke nem lehet, de ő maga Isten gyermekévé lesz, megtér, és mint első afrikai viszi a jó hírt, az evangéliumot Etiópiába, Afrikába, a másik kontinensre. Így lesz magtalan magvetés. Így válik valóra, hogy valóban olyan nevet ad Isten, amelyet jobban tovább lehet vinni, mintha fiak és lányok születnének tőle. Valóban róla is beszélni fognak bárhol, ahol az evangéliumot hirdetik. Viszi a jó hír, te viszed-e? Te végzed-e a magvetést? Ma tégy bizonyságot valakinek a hitedről. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, csodálatos, hogy te a te igédbe olyan élethelyzetekre is gondolsz, amit mi szinte el se tudunk képzelni. Hadd imádkozzunk most a meddőkért és magtalanokért, akiknek a gyermek áldás nem akar összejönni. Kérünk, ha ott van a szívükben a vágy, te segíts meg őket, s ha kedves te erőt, te teljesítsd a kérésüket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik már gyermeket szültek, különösen is
Édesanyák vasárnapja elmúltával, az édesanyákért, nagymamákért, a szülőkért, de az édesapákért és nagyszülőkért is. Kérünk add, hogy tudják jól nevelni, tudjuk jól nevelni a gyermekeinket. Áld meg, kérünk Istenünk, azokat, akik ma érettségizni kezdenek. Te add, hogy számot tudjanak adni a tudásukról. Segítsd meg azokat, akik tőled várnak segítséget. Légy kérünk mindannyiunkkal. Add, hogy ennek a kevert oktatásnak az utolsó hetét is tudjuk szépen végigvinni. És te add, hogy a visszatérés az iskolába mindenkinek jól sikerülhessen. Légy kérünk mindannyiunkkal. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot, áldott hetet mindenkinek.